Babuss Zoltán, hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának szakértője a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Eltelt egy vértelen március 15-e, elfogadták az áprilisi törvényeket, és jött egy, egy mélyében forrongó nyár, nemzetiségi szinten forrongó nyár, aminek a végén volt pár nap, talán legfeljebb pár hét, amikor a magyar kormánynak össze kellett állítania egy szó szerint hadrafogható sereget. Ehhez a körülményhez érdemes mérni a későbbi harcászati eredményeket? Minden további nélkül, hiszen 1848-45 Magyarországnak nem volt önálló hadereje. A magyar legénységet a császári királyi hadsereg kötelékébe vitték el. A magyar kiegészítésű sorgyalogezredekben és huszárezredekben szolgáltak a fiaink 1848 előtt, és a március 15-i forradalomnak az egyik legfontosabb követelése az volt, hogy az idegenajkú katonaságot vigyék el Magyarország területéről, még a magyar katonákat hozzák haza. Most Bécs ennek nem nagyon tett eleget, nem akarta az ellenségnek hazavezényelni a későbbiek folyamán a régi kiegészítésű császári királyi magyar legénységű alakulatokat, így 1848 májusától kezdve, május derekától, amikor már a délvidéki kis háborúnak a kirobbanásához érkezünk, akkor dönt úgy Batthyány Lajos miniszterelnök, hogy egy rendes önkéntes mozgó nemzetőrsereget állít föl a 22-es nemzetőrségi törvénycikk alapján. Ekkor indul meg az első 10 honvéd zászlóinak a szervezése, de közben nem tesznek le arról, hogy az idegenben lévő magyar katonáinkat hazahozzák. Gondoljunk csak a legendás huszárszökésekre, amelyek 1848. május 28-ától kezdődnek meg. Itt utalok többek között Lenkei János kapitányról, aki a századával Mariampolból, tehát galíciai területről érkezik haza. Ez annak idején elég nagy port felkevert ügy volt, hiszen felső parancs nélkül jöttek haza ezek a derék Württemberg huszárok. Idehaza általános felzudulás lett ennek az eredménye, ami azt eredményezte, hogy a hadügyminisztérium kivizsgálta az ügyet, és idézőjelben téve büntetésből a hazatért huszárokat oda vezényelte, ahova mindig is menni akartak, a délvidéki hadműveleti területre. Az, hogy mindössze néhány hónap alatt kellett összerakni ezt a hadsereget, az hát talán nem túlzás azt mondani, hogy növeli a későbbi tavaszi eredmények értékét. Persze, minden további nélkül, hiszen 1848. július 11-e egy fontos mérföldkő, Kossuthnak a gyújtószózatára kell utalnunk. Ugye ekkor már tart a délvidéki Rácz lázongás, ott lent vannak a magyarországi főhadparancsnokságnak a császári királyi csapatai, ott vannak a nemzetőrök, ott vannak az önkéntes mozgó nemzetőrök, azonban a császári alakulatoknak a többsége nem túlzottan engedelmeskedik a magyarországi hadvezetőségnek, ezért is van szükség arra, hogy a honvéd hadsereget fölállítsák, majd 1848. szeptemberétől kezdve, amikor már valóban az áprilisi törvények védelmében rántunk szabját, tehát amikor már Jelasics Horváth bán csapataival megindul, hogy Pest-Budát elfoglalja, onnantól kezdve lesz egységes arculat a honvéd hadseregnek. Persze ez több csatát meg kell vívnia, amelyet ugye nem nyernek, meg utalnunk kell többek között a sveháti vereségre, amikor Bécs alatt megállítják az oda éppen betörni szándékozó magyar hadsereget, és aztán 1848. decemberének közepén, amikor megindul a koncentrikus támadás Magyarország ellen, na, akkortól kezdve már lehet érezni azt, hogy ez a hadsereg felnőtt a feladatához. De gondoljuk csak meg, hogy a honvédseregnek a tisztikara, a tábornokiarnak a többsége az 1848-45 a császári királyi hadsereg kötelékében teljesített szolgálatot. Elég, hogyha például Görgei Artúr, a legendás 48-49-es hadvezérnek a nevét említjük meg, aki 1845-ben a 12. Nádor huszárezred kötelékéből kvietál, tehát vonul nyugalmányba, mint főhadnagy, vagy ott van Klapka György, Komárom későbbi védője, de a sort folytathatnánk elég hosszú ideig, tehát ők azok, akik voltak épp szemtelenül fiatalok, hiszen 30-35, maximum 40 éves emberekről van szó, akik a császári hadseregben szocializálódtak, mégsem lesznek olyan rigolyások, mint a császári királyi hadsereg tábornokai, tehát merész módon mernek támadni, mint hogy ez 1849 áprilisában a tavaszi hadjárat időszakban be is következik.
Lehet-e pusztán hadászati kérdésként tekinteni a tavaszi hadjárat utáni vereségekre? Törvényszerű volt, hogy eljöjjön az orosz beavatkozás, vagy volt-e politikai út ennek megelőzésére? Na most a trónposztásra, mint tényleg minden példaképpen szót kell ejtenünk, hiszen ez volt az, amely föltette az ibetűre a pontot, ami azt jelenti, hogy egészen addig egy polgárháború szituáció volt a birodalom területén belül, de amikor az áprilisi hadjárat első ütközetei csatái eredményeképpen Kossuth apánk úgy döntött, hogy az olmützi oktroját alkotmányra egy méltó választ kell adni, ez pedig nem lehet más, mint a Habsburg-házak a detronizációja, és ezáltal ugye Magyarország, mint független állam lépett be az európai államoknak a sorába. Ez volt az, amely végeredményben eldöntötte az orosz beavatkozásnak a kérdéskörét. Az igaz, hogy már 1849. februárjától a cári csapatok harcolnak az erdélyi hadszíntéren. Ugye Puchner Antal nem bír a BEM tábornoknak az erdélyi magyar hadseregével, és azért két orosz dandár is részt vesz a császári csapatok ottani küzdelmében. Aztán 1849. márciusában mind több tárgyalás folyik az oroszokkal. A császári hadvezetőség először egy ilyen 50 ezeres kontingenst szeretne kérni. Erre megvan minden jogalapja, hiszen 1833-ban a München-gréci egyezmény értelmében Oroszország és Ausztria köt egy olyan szövetséget, egy olyan titkos szálladékot, amelynek értelmében a belügyeik belső forrongás esetén egymás segítségét kérhetik. Ferenc József aztán végül kéri a cárnak a segítségét. Úgy vannak vele, hogy császári parancsnokság alatt küzdenek ezek a cári csapatok. Azonban Miklós cár úgy van vele, hogy ha már küld segítséget, akkor önmagában egy akkora haderőt küldjön Magyarország területére, amely egymagában képes elfojtani a magyar szabadság küzdelmet. És 1849. május 21-én, pontosan azon a napon, amikor a magyar hadsereg beveszi Budavárát, ugye ezen a napon történik meg az a nagyszerű jelenet, amikor a hajnali órákban Püspöki Grácián az Alai 47. honvéd zászlóinak a zászlótartó önmestere, a fehérvári rondellára kitűzi a Szűz Máriás lobogót. Na ezen a napon történik meg a varsói találkozó, amikor a legenda szerint, hiszen ugye Hermann Robert hadtörténész kollégám azt már kiderítette, hogy a valóságban az a bizonyos térthajtás és késcsók nem történt meg, amelyet a magyar legendárium megőrzött ezzel az időszakkal kapcsolatban, de tény is való, hogy Ferenc József ezzel a kéréssel beismerte azt, hogy Ausztria egymagában képtelen arra, hogy legyűrje a magyar honvéd hadsereget, amely pár hónap alatt valóban felnőtt a feladatához, és az európai kontinens egyik legjobban kiképzett és legjobban felszerelt hadseregét, a császári királyi hadsereget képes volt kiverni az ország területéről. De hogy mi volt Európának ezzel kapcsolatban a véleménye? Az érdekes dolog, mert nagyon sokáig hezitáltak Ferenc Józsefék azzal kapcsolatban, hogy kérhetik egyáltalán a cárnak a segítségét. Úgy voltak vele, hogy az angolok és a franciák biztos nem fogják jó szemmel nézni, hogyha a Balkán felé orientálódó cári csapatok megjelennek Magyarország területén, mert attól is tartatnak, hogy netalántán a Boszporusz felé fogják venni az irányt. Ugye Kossuth már egy évvel korábban, vagy szűk egy évvel korábban a bizonyos 1848. július 11-i beszédében már prognosztizálta és előrejelezte, hogy a orosz invázió bekövetkezhet Magyarországgal szemben, és amikor megtörténik a detronizáció, onnantól kezdve az angolok és a franciák azt lehet mondani, hogy nem foglalkoznak Magyarország ügyével. Tehát onnantól kezdve úgy vannak vele, hogy az európai status quo-t nem szabad megbontani, tehát itt ebben a térségben egy egységes Habsburg birodalomnak kell lennie, ebben pedig egy önálló Magyarországnak semmi keresni valója nincsen, tehát innentől kezdve zöldre váltott a lámpa, hogyha szabad ilyen pesties módon fogalmaznom, és innentől kezdve már megindulnak a készenlétbe helyezett cári csapatok, hogy érve folytsák a magyar szabadságharcot. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm.